A járvány elleni védekezéshez szükséges szájmaszkokat, fertőtlenítőket, vitaminokat és krémeket adott át a Dabasi Átrium idősek otthonának Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Baptista Szeretett Szolgálat segítségével. Az adományokat a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács gyűjtötte össze. Soltész Miklós, a tanács elnöke azt mondta stábunknak, az elmúlt másfél hónapban rengeteg felajánlást kaptak, melyek szétosztásában 6 karitatív szervezet segít. Mindenhova viszünk az országban, hova lehet. Teljesen természetes, hogy van egy nagyon nagy tömegű, és az nem felajánlás, hanem a kormány által, az operatív törzs által szétosztott termékeknek a tömege, amiben nyilván elsősorban az egészségügyi védőfelszerelések vannak, azok minden egyes idős otthonban, legyen az állami, önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású, oda el kell, hogy jussanak. Másik oldalról pedig ezek a felajánlások, amennyire lehet, az ország majdnem minden pontjára eljutnak. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos az együttműködés az idős otthonok vezetői és fenntartói között. Soltész Miklós hangsúlyozta továbbá, hogy bár nehéz, de az otthonokban nagyrészt betartották a szigorításokat. Mint mondta, a Pesti úti idős otthonon kívül sehol nem ütötte fel a fejét a betegség. Ezért azonban tenni kellett, ami egyáltalán nem volt könnyű feladat. Az a szomorú helyzet nyilván az idősek szempontjából is, hozzátartozók szempontjából is, hogy a szigorú protokollok, amelyet a Szociális Államtitkárság teljesen jogosan előírt, azokat be kell tartani. Magyarán nincs látogatás, magyarán nincsen, az idősek nem mehetnek mondjuk esetleg haza, hogyha a hozzátartozóik egy-egy hétvégére például húsvétre hazavitték volna. Felajánlásokat továbbra is vár a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács, hogy minél több otthon tudjanak segíteni. Védőeszközöket, vitaminokat, zöldségeket vagy gyümölcsöket, valamint pénzadományokat egyaránt szívesen fogad a szervezet.